És ami nagyon fontos, hogy láttam lent UFO-t. Láttam lent UFO-t, egy nagy fényes volt, nagyon szép volt egyébként, nagyon fényes volt, és láttam háromszerű, én nem láttam csak a híradóban egyszer UFO-t, de ez hasonlított hozzá, csak hogy a szája, én nem tudom, hogy de nem volt szája, és ilyen recés valamilyen volt neki, iszonyú volt, és ilyen, az ott teljesen ilyen gonosz volt, annyira gonosz volt, volt kicsi nagy, és azok is ilyen takonyszerű valamiből álltak össze. Ilyen takonyszerű volt az egész, és akkor azt mondta nekem az úr, hogy ez pedig nem más, hogy a megtévesztés és a hittetés szelleme, ami, de más erővel hittetett el. Ezt kifejezetten mondta, hogy más erővel. És ezt se tudom, hogy de pontosan el akarom mondani. Pontosan akkor ott csapodott be a Rockstar. Jó, hova írtam? Igen, itt mondja el, hogy lehet a mennybe kerülni, úgyhogy egy atya kezébe fekszünk bele 100%-osan, lerakjuk az élet, és nem mi akarjuk megoldani a problémát. És pont ez a legnehezebb, hogy úgy odaadod magad, hogy nem emberi erővel. Ennyi a lényeg, nem emberi erővel. Ha már te akarsz rajta, egyszerűen csak a szíved ajtaját ki kell nyitni, és engedni, hogy azt csinálja veled az Úr, amit akar. Nem lehet emberileg. De ezt az egyet, hogy a szívünket kinyitni, ezt nekünk van. De az, hogy rész, ezért mondta, hogy van, aki részbe, vagy teljesen becsukva van a szíve. És mégis kéri, kéri, ima, bőj, és kínlódik, és nem megy semmi. Persze, mert a szívedet nem nyitottad ki. Azt hitted, hogy te fogod megoldani. Talán Istenek vagyunk, hogy megtartjuk magunkat. Akkor pedig az már Isten korárólás. És egyébként Jézus nagyon egyszerűen tanított. Olyan egyszerűen tanított, hogy mindig kér, ez ennyire egyszerű, így le. És egy-egy tanítás, amit leadott, 20 percen nem volt több. Olyan velősen így elmondta. És így levezette, hogy honnan, hova. És csak nézte, hogy ez ennyi, egy festék, ennyi. A illat, amit elmondtam neked, hogy hova vezet, azt elmondjam. Azt mondta Jézus, hogy ezek a parfümök is meg vannak ígézve, nagyon sok parfüm, illetve ha valaki mégis festeni akarja magát, semmiféleképpen ne olyan terméket, ilyen Avon, meg nem tudom, ami ilyen drága termék, mert ezek mögött mindig van varázslás, ez nagyon fontos. Olcsó, névtelen, azok nincsen rá pénz. És annyit láttam, hogy egy nő ment egy utcán, be volt fújva ezzel az ígézett parfümmel, és egy férfi ment mellette, megérezte azt az illatot. Nagyon szerette a feleségét, meg minden, de valami pici rés volt köztük, nem voltak egy test. A rés az mindig jelen van ebbe. Megérezte az illatot, hazament, nem történt igazából úgy semmi látszólag, de már nem nézett el valamit a feleségének úgy, nem tudta annyira szeretni, nem tudta olyan odaadóan. Egy pici vitából jött egy nagyobb veszekedés, civakodás, nem megbocsátás, a végén válás. Egyetlen egy igézett illatból. Azt mondta, azért kell, hogy mindig páncélzat legyen rajtunk. Hogy nem tud rést, tehát a rést azt nagyon kell figyelni. Egy pici bűn. Én most már olyan is vagyok, de egyébként az angyal mondta, hogy ne védkezz. De ha volt olyan, hogy egy pici gondolat, hogy jaj, miből fogjuk, na rögtön tértem meg. Nem szabad még egy napot se várni, még egy percet se. Azon azt mondta az ördögnek, az is egy nagy csapdája, hogy majd, mert akkor már ott van a rés, és már tud azt tágulni, a rés. De hogyha rögtön leszálljuk, és kérjük a Jézus Krisztus megváltó vérét, ami befedezést a Szent Szellem gyorsan a résbe megápolja és összegyógyítja, csodálatos, akkor mehetünk tovább. Tehát nem vagyunk attól, nem tudom, hogy mondják, gyengék, hogy állandóan megyünk az Úrhoz. Ez sokkal jobb, mint hogy képmutatásba éljünk. Az UFO-t akartam, hogy az elhittetés és megtévesztés szelleme, de más erővel. Én csak pontosan akarom, mert azt mondta, hogy a NASA, ami engem megdöbbentett, NASA tud róla, amerikai titkos hatóság tud róla,
Tudnak róla, de mégse hiszik. Tehát kimagyarázzák, hogy ez mi. Tudják a létezését, mégis megmagyarázzák másra, hogy ez nem az. És ezen én teljesen le voltam döbben, vagy tudják és nem szólnak. Kimagyarázzák. Tudják, de nem hiszik. Egyszerűen ezen, tehát akkor az UFO-kat elmondtam. Igen, 100%-osan. Mert hiába tudják létezését, mégsem hisznek benne 100%-osan, ezen igen ledöbbentem. Ez mind 5 órá hosszás volt körülbelül, addig a testem összeesve volt, ez idő alatt a családtagjaim elmondása szerint, bárhogy is, de csodás korszak volt ez nekem, és akkor, amikor jöttünk már felfele a pokolból, ami egy csodálatos volt, végig sírtam, és fogtam Jézus kezét, és szorítottam.